több tucat dobozzal a fedélzetén érkezett meg az első nyíregyházi Lions Club járműve a Beregsuránytól mindössze 3 kilométerre fekvő Márokpapiba. A dobozok főként tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket, valamint tányérokat tartalmaztak. A Lions Club országos szervezete a háború kirobbanását követően azonnal munkához látott, hogy segítse a Kárpátalján élőket. Minket Fogarasi Csaba kormányzó úr felkért arra, hogy koordináljuk azokat az adományokat, amelyek akár nemzetközi szinten, akár magyarországi klubszinten érkeznek, úgyhogy mi azóta ezeket az adományokat koordináljuk, és hozzuk ide ebbe a raktárba. Elsősorban tartós élelmiszert hozunk szinte heti egy-heti két fordulóval, ami azt jelenti, hogy egy-egy ilyen szállítmány olyan 500-600 ezer forint értékű tartós élelmiszer, illetve amit a kárpátaljai összekötőnk Nagy Béla, ami igények előfordulnak, ezeket megpróbáljuk kielégíteni. Az ország szinte valamennyi régiójából érkeztek már adományok. Szerdán a Kecskeméti Lions Club segélyszállítmányát is eljuttatták Márokpapiba. Tartós élelmiszert, illetve pénzadományt juttatunk el ide az első nyíregyházi Lions Club részére. Így járt el az első Kecskeméti Lions Club is, így a hátam mögött elhelyezett adományokon is jól lehet látni, hogy elsősorban a tartós élelmiszert, és természetesen ebből még a pénzadományból is élelmiszert juttattunk ide. Veszprémből is érkezett egy teherautónyi szállítmány. Ez 1000 darab takarót, 100 darab hálózsákot, 80 darab matracot és 20 darab polifómot tartalmazott. A szervezet az elmúlt másfél hónapban Magyarországról már csak nem 30 millió forint értékben juttatott el adományt Kárpátaljára. Már jövő hétre is megvan az, hogy kétszer itt fogunk megfordulni ezen a telephelyen, hiszen Roli, Antal barátunk Roland kezdeményezésére országba összevonják a valamennyi áruházban lévő, tehát egy áruházlánc összevonja a vendégágyakat. Így sikerül összeszedni 100 darabot, és azt jövő héten lehozzuk majd ide a helyszínre. És szintén hozzuk az élelmiszert, mert abból meg soha nincs elegendő. És ezt szeretnénk folytatni, reméljük nagyon rövid ideig, és azért rövid ideig, mert az azt jelenti, hogy véget ért a háború. A Márokpapi határában lévő mezőgazdasági telephelyet vezetője a háború kirobbanását követően azonnal az adományozás egyik logisztikai központjává alakította. Mindeközben a határtelepülés központjában folyamatos a menekültek segítése. Idősek, fiatal édesanyák és gyermekek vártak arra, hogy busszal tovább szállítsák őket Budapestre. A harci helyzettől függően változó, hogy mikor mennyien jönnek át a határon. Az öt átkelő helyen 8-10 ezer menekült van. Ez egy kicsit a háború alakulásával ingadozik, hullámzik, de most még egy hullámot várunk a Ukrajnából, a harci helyzet, tehát figyelembe véve most Mariupol, tehát Kelet-Ukrajnából jönnek sokan. Magyarország az elmúlt másfél hónapban már több mint 600 ezer menekültet fogadott be.